Sziasztok! Régen mikrofonoztunk, úgyhogy hoztam nektek egy nem belépő, hanem egy középkategóriás mikrofont, ráadásul abból is egy NZXT-t, ami egy hatalmas különlegességnek számít, ugyanis már mikrofonjuk is van. Itt megjegyezném, hogy amúgy van monitorjuk is, és capture cardjuk is, úgyhogy akkor szerintem a fullos setupra mennek rá. Van mikrofon, ami annyira jól néz ki, de már egy doboz alapján is, hogy egy ilyen full NZXT setuphoz szerintem egy nélkülözhetetlen hozzávaló. De nézzük meg, mit is tud. Rögtön a hátulján írja, hogy 24 bites, 96 kHz-es felbontást tud. Ugye a kapszula nevet kapta, és kapszula is a formája. USB-C-s, illetve ami plusz ebben a mikrofonban, hogy nincs benne se csavar, se aláti, tehát minden lepattintható. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Maradt a jack csatlakozó, illetve mikrofon gain, és a headsetnek hangerő, hiszen háromfeles jack dugó is van rajta. Na de bontsuk ki, nézzük meg, mert nagyon kíváncsi vagyok. Rögtön amúgy egy ilyen kis tartókával érkezik, tehát csak leteszitek így az asztalra, és éppen lelőnek titeket, mert csalnak, mert ha lelőnek titeket, az nem skill issue, csalnak, és vered az asztalt, akkor elvileg nem hangzik be. De frankon ki lehet húzni. De természetesen van rajta a standard menet, így le tudjátok tenni mikrofonkarra is. Amúgy nagyon prémium a doboz, meg kéne talán egy hol nyílik. Itt is le van ragasztva, úgyhogy vágom, nyitom, szedem. Wow! Build the Extraordinary. Nagyon, nagyon prémium az a csomagolás, és ahogy kibontjuk, rögtön itt is van előttünk. Húrva jól néz ki, iszonyatosan jól néz ki. Van hozzá átalakítónk a karhoz. Itt van az USB-C, és akkor úgy jön ki, hogy ezt kiszedjük. Ebben van még valami. Aha, ez lesz a kis tartóka, ami elrejti a hátulját, és magát a mikrofont azt így egybe ki tudjátok venni. Amúgy jó súlya van, tehát ebben van anyag rendesen. Nagyon, nagyon letisztult. Tudjátok így állítgatni. Amúgy nézzük meg ezt a kioldást rögtön. Kicsavarjátok, mert ez még ráfogja. És nem szétfeszített, hanem csak lehúzod. Ugye? Erőből. És ez így is marad, ezt rá tudjátok visszatenni, ezzel eltakarjátok, és akkor mehet rá a mikrofon állványra, ami ez itt van az átalakító, mert ilyen kis kisebb menet van rajta, és így rögtön mehet rá. Alul rögtön itt van az USB-C és a jack dugó, viszont én kell csak visszarakom most egyről az állványra, ahogy tényleg csak így hozzá csattintod, és akkor kössük össze, és hallgassuk meg, milyen a hangja. Ja, és amúgy ugye a legjobb, mivel ugye C is a csatlakozója, így egy CC kábellet tudjátok meghez is használni. Úgyhogy ez egy hatalmas előny. Abban a pillanatban felismerte, világít, iszonyatosan jól néz ki. Most pedig már a hangomat hallhatjátok a mikrofonból, próbálom ugye a szám elé tenni. Összegzésképpen ez egy nem egy belépőszintű mikrofon, cserébe hát a minőséget majd halljátok, azt eldöntitek. Megjelenésre és felszereltségben én azt mondanám, hogy 5 csillag, iszonyatosan jól néz ki, elérhető fekete változatban. Azt akartam még hozzátenni a videóhoz, és mondtam is, hogy egy NZXT fullos setuphoz, tehát egy kihagyhatatlan darab, viszont annyira jól néz ki ez a mikrofon, hogy bárhol megálljon a helyét. Ipon.hu